Rip Róna József 160 alkotása sorakozik a Józsa András Múzeum három kiállító termében. A felvételek még tavaly novemberben készültek, akkor nyitották meg az Élet édes tarkassága című tárlatot. Az eredeti tervek szerint idén március végéig lehetett volna megtekinteni, a koronavírus járvány azonban átírta a terveket. Egy hét után be kellett zárni az intézményt a látogatók előtt, pedig több tízezret vártak. A tálat vezetéseket és különféle foglalkozásokat online formában próbálják pótolni. A televíziónk ráadásul egy kis filmet is készített a kiállításról, amelyet hamarosan nézőink is láthatnak. Ezekről a múzeum igazgatója beszélt a 35 percben, aki hozzátette: ugyan nincs nyitva az intézmény, belül komoly munka folyik. Ugyanúgy ellátja hármas funkcióját, a műtárgyak gyűjtését, megőrzését és nem utolsó sorban bemutatását ez nem csak a kiállításokkal történhet, hanem tudományos munkák megjelentetésével, magyarul a műtárgyaknak a feldolgozásával. Most jelen esetben ez folyik, másrésztről pedig mi számot adunk a saját munkánkról online formában, hogyha nem tudjuk úgy, hogy Becsalogatjuk, becsalogassuk a kedves érdeklődő látogatókat, akkor így vagyunk kénytelenek interneten és online formában számot adni a munkánkról. A szakember hozzátette az új helyzet, kreatívabbá tette a múzeum dolgozóit. Online sok olyan embert is meg tudtak szólítani, akiket hagyományos módon nem sikerült volna. Azt tervezik, hogy több új elemet is megőrésznek a járvány helyzet lecsengése után is. Noha a riprónai kiállítást valószínűleg már nem lehet majd személyesen megtekinteni az újranyitás követően, idén is számos újdonsággal készülnek. Úgy gondoltuk, hogy ha befejeződik a riprónai kiállítás, akkor egy nagy honfoglaláskori kiállítással fogunk előrukkalni. Ez tulajdonképpen a Miskolci Herman Otto Múzeumnak az az állandó kiállítása, aminek az volt a címe, hogy elit alakulat, és ebből a kiállításból készítettek egy vándorkiállítást, ezért a kiállításnak a címe elit alakulat 2.0. És ez most, ez a kiállítás éppen Sepsis györgyön található, nem Csíkszeredán található, Székelyföldön, és onnan fogjuk elhozni ezt a gyönyörű szép kiállítást, és kiegészítjük a mi gyönyörű honfoglaláskori anyagainkkal. A múzeum bronzkori műtárgyait is bemutatnák idén, év végén pedig a híres nagybányai festők remek műveit szeretnék a látogatók elé Amire pedig már ennyit sem kell várni, az az a sorozat, amely az intézményt, az ott dolgozók munkáját hivatott megmutatni. A dízrészes sorozat a Kölcsei Televízióban lesz látható. Mások mellett a néprajzosok, a történészek, a régészek, a numizmaták, a restaurátorok vagy épp a múzeumpedagógusok munkájába tekinthetnek be nézőink a közeljövőben.